Bálint Boglárka tartott előadást a Várpalotai Baba Mama Klub egy közelmúltban tartott rendezvényén. Az összejövetel témája a gyermekvállalás, a várandóság, a szülés és a gyermekágyi időszak volt a dúla szemével. Fontosnak tartom a szülést, mint magát életesemény a nő és a család életében. Széles témát ölelt fel a Várpalotai Baba Mama Klub decemberi programján a csoportot vezető Bálint Boglárka, hiszen egészen a fogantatástól a gyermekágyas időszakig beszélgetett az érdeklődőkkel. Bálint Boglárka dúlaként vallja, érdemes felkészülni a gyermekvállalásra, és sorra kell venni a nőket, a leendő édesanyákat foglalkoztató kérdéseket. A legfontosabb az, hogy mi történik a testükkel, mert minden új számukra. Még ismeretlenek ezek a dolgok, amikor elkezd mozogni a baba, meg hát minden, ahogy nő a pocakjuk, változik a testük, akár a mellük, a csípőjük, és ezek tényleg mind ismeretlenek számukra, ezért rengeteg kérdésük van, hogy mi az, ami normális, mi az, ami jó még, mivel érdemes orvoshoz fordulni. Például ez a várandóság alatt, és hát leginkább a szülés, mert az esetek nagy többségében félnek tőle a leendő édesanyák, hogy mi vár rájuk. A szakember hangsúlyozta, a várandóság alatt a babára való odafigyelés a lényeg, hiszen ő adja a legpontosabb jelzéseket, hogy mi a jó számára. Minden nő máshogy éli meg ezt a 9 hónapot, éppen ezért más és más okozhat számukra nehézséget. A dúla feladata, hogy igazodjon a kismama igényeihez, és ezeket szem előtt tartva segítse a szülésre, illetve az anyaságra való felkészülésben. Az összejövetelen szóba került az otthonszülés kérdése is, mely manapság újra egyre népszerűbb. Magánemberként számomra az otthonszülés a szép szülés élmény. Viszont dúlaként abban támogatom az édesanyát, ami az ő döntése, az ő választása. Még akkor is, hogyha ez hanyathomlok ellentétes mondjuk az otthonszüléssel. Úgyhogy én oda kísérem őket, és ott kísérem őket, ahol nekik erre szükségük van, akár intézményben, akár otthon. Egyre több alternatív lehetőség áll a kismamák rendelkezésére a szülés során. Hál' Istennek most már a Veszprém és a Fehérvári Kórházban is van például vajudólabda, ami nagyon jó szolgálatot tesz. Egy-két esetben már arra is volt procedúra, hogy nem volt kötelező a háton fekvő kitolás például a szülés utolsó szakaszában, ami megint egy hatalmas segítség az édesanyáknak. Budapesti intézményekben kicsit már ez gyakoribb és bevett szokás, és vannak olyan kórházak is, ahol például már kádban, vízben is lehet szülni, ami megint egy nagyon jó segítő közeg. Ezek így a leggyakoribbak. Bálint Boglárka beszélt az érdeklődőknek a gyermekágyas időszakról, mely kapcsán főként az intenzív pihenést és fekvést hangsúlyozta. Ez alatt a 6 hét alatt a dúla is ügyeletet vállal, és amennyire csak lehet, be kell vonni az egész családot, emelte ki az előadó. A klub összejövetelen szó esett még a szoptatásról, a baba és a család napirendjének kialakulásáról, valamint az édesanya énidejéről is.